egy 15 nyilassal kezdett Pratné, mert aztán jött is a válasz egy 15 nyilassal Pipe-tól, majd 12 nyíl a Szlovéntól, akit már egyébként vagy négyszer lemagyaroztak a közvetítésbe, de köszönjük nekik a kommentátorok. És aztán jött egy 14 nyilas Justin Pipe-tól, és most egy 18 nyilassal fejezte be Pratné, mert az első szettet 92,48-as átlaga, Justin Pipe-nak 100,3-as átlaga van egyébként, azért az sem gyenge, és hát 3-ból 2 kiszállója van Pipe-nak, 7-ből 3 Pratnémernek, és eddig nem sikerült egyiknek sem lebrékelni a másikat, így aztán az nyerte az összes leget, aki kezdte. És ez így lesz végig a meccsen. És így van, és most kezdődik a következő ötleg. Az volt a kérdés, hogy önök szerint ki dob lassabban, vagy Pratnémer. Nos, a válasz a következő, Seresbe, de még le is mérte. Pipe körönként 12-13 másodpercet vesz igénybe a három nyíl eldobásához, míg Pratnémer 14-15 másodpercet, tehát én is egyébként Pratnémerre gondoltam volna, hogy ő dob lassabban, és valóban igen, ez jött ki. Viszont nagyon jó Pipe-nak az átlaga. A szenzációs. 97. Igen, ez ugye nagyon egyszerű. Pipe jobban teljesít azokban a legekben is, jó dob, amikor kikap. Van a három legben, volt egy talán, ahol gyengébb volt, de a másik kettőben azért ott volt a nyakán Pratnémernek. Viszont ugye Pratnémer meg sokkal gyengébben dobott a vesztes legjeiben, ezért van ez a körülbelül 10 pontos különbség, annak ellenére, hogy Pratnémer vezet a mérkőzésen. Közben jön a tripla 19-es, meg még egy, az gyönyörű eddig. Gyönyörű, 171 Pipe-tól, 135-re megy le. Jön a tripla Pratnémernek. 140. A német szurkolók, ha jól láttam. Ez a mérés egyébként most már, hogy teljes egészében képet kapjunk róla. Tehát úgy néz ki, hogy amikor odaáll a táblához és kezébe veszi a nyilakat, és addig tart, amíg a harmadik nyíl bele nem fúródik a táblába. Tehát onnantól kezdve, és addig van mérve, így jön ki ez a 14 másodperc, például Pratnémer esetében. Vagy meddig kellett ebben a pózban maradni? Nem tudom, hogy egyébként ilyenkor igen, el szokott kezdeni. Hopp, gyönyörűen megoldja 46-ot Pipe közben. És ezzel egy 14 nyilas leggel nyitja az összecsapásnak a második szettjét. Igen, ilyenkor van, hogy percekig ott áll egyébként a kamerás, és nagyon vicces tud lenni. Egyszer volt szerencsém egy World Series Final-t, ami ugye tévés meccs volt, vagy tévés rendezvény, és azt ugye is Stewartként itt Bécsben lekövetni, és hát elég vicces jelenetek voltak így, amit megfigyeltem a nézőtéren, hogy csoportok percekig beállva bizonyos pózba, és akkor azt lesegették, hogy mikor jelennek meg ők az óriás kivetítőn. Ugye sem az operatőr, sem pedig az, akit vesz a kamera, nem tudja, hogy mikor kapcsolják adásba, csak a rendező. Igen. És az operatőrnek csak akkor szólnak, hogy föladhatja ezt a pozícióját, amikor már megjelentek képernyőn. Úgyhogy nagyon kis vicces pózok szoktak lenni, mire ilyen egy-egy pillanatra az ember ugye bekerül adásba, de hát ez... Na, ezen a meccsen személyesen is megismerkedtünk. Most nagyon sokat, igen, nagyon sokat fogják mutatni a nézőket valószínűleg. Kipattanó nyíllal csak lekövetni tudta Pratnémert Pipe, viszont most Benjamin Pratnémer nagyon jól dob. 180! Ez a második 180-asa. Neki, 58.
Maga biztosan nyerik a saját legjeiket eddig. Ott megvan a tripla. Az 51 nem jön. Vissza mehet menni a tripla úszra, marad a 64 pont. Biztosan rá fog dobni a 64-re, az, hogy 6 nyila vagy 3 lesz rá, azt nem tudjuk, majd mindjárt kiderül. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy 6. Mert 162 lesz a maradék, az meg nem kiszálló. 64 pont. 8-as vagy 16-os kell. Megvan a 16-os és a dupla 16. És bezobja elsőre Prát Némer. 1-1. Tegnap az RTL klubon pont Daniellával készült egy riport, ahol elmondta, hogy hogy lett író, és egyáltalán hogyan került egészen odáig, hogy a világbajnokságon is tud írni. Érdekes dolgot mondott, hogy tulajdonképpen egy írónak nagyon-nagyon fegyelmezetten ott kell állni, és semmiféle olyan dolgot nem csinálhat, ami esetleg elvonná egy játékosnak a figyelmét. Tehát ez nem egy könnyű feladat ez, túl azon, hogy iszonyatosan gyorsan kell számolni. Hát igazából abszolút egyetértek ebben vele, hát ezt pont, én tapasztalom én is. Pont jónak mondom Lajosnak, holott, hiszen ő rendszeres írója a különböző nemzetközi versenyeknek. Hát a PDC Europe-nál dolgozom csak íróként, ugye nagy PDC-nél nem, ott csak Daniella dolgozik, és az ugye még durvább, mert tévés eseményről van szó. Azok ugyan szintén közvetítve vannak, de csak streamen, de ugyanazt a fegyelmet várják el. És tényleg az a durva ebben, hogy ugye nagyon oda kell figyelni minden mozdulatodra. Nekem volt egyszer egy olyan szitum, hogy mindig mi nem úgy írunk, mint itt a nagy PDC-nél, hogy egy papírlap és olyan filc, hanem ilyen, hogy a whiteboardra, tehát amire ugye ilyen fehér táblára írunk egy olyan markerrel, amit le lehet törölni. És az, aki összerakta a színpadot, az csak egy csavarra rögzített azt a kis kosarat, amiben a tartaléktól meg a szivacs van, amivel letöröljük a táblát. És hát egy ilyen fölnyúlásnál, amikor írni akartam a pontot, akkor a kezemmel meglöktem azt a kosarat, és így lefordult az egész, mert ugye csak egy csavarra volt rögzítve kettő helyett, és itt kipotyogott belőle minden a földre. Hát próbáltam így leplezni a dolgot valahogy, de szerencsémre nem meccs, tehát nem dobás közben volt, ezt, hanem ugye ledobta a játékos, és ahogy nyúltam föl dobni, vagy írni, akkor történt mindez, hogy gyorsan így a lábammal így elrugdostam a filcet, meg mindent ilyen láthatatlan helyre a láb, vagy magam mellé, és akkor utána gyorsan összeszedegettem, aztán megkértem a színpad felelőst, hogy legyen már olyan kedves megoldani ezt a problémát, mert ilyen még soha nem fordult elő. De természetesen inkább az, hogy ugye a mozgás, tehát a mozgás az, ami tilos, ezt tényleg nagyon sokszor meg lehet tapasztalni, az embernek szinte bezsibbad a lába, meg befeszülnek az izmai, annyira próbál mozgatni, lehet látni az írókat, hogy mennyire így van. Ilyen katonásod, pontosan ezt akartam mondani, hogy olyan, mint a őrségben állna az ember, szinte mozdulatlanul, én meg is szoktam lepődni, hogy némelyik speaker miket művel egyébként, de ő rájuk nem szólnak. Mert Rasbray is szokott mozgásokat végezni dobás közben, George Noble is, hát mi, nekünk ki van adva utasításba, hogy mozdulatlanak kell, akkor mozdulatlanok vagyunk, és akármilyen könnyűnek látszik, ez nem egy egyszerű feladat. Arról nem is beszélve, de majd mindjárt kiszálló után nem dobja be Prát Némer, hogy ugye nagy a felelősség, mert a játékosoknak bármi elvonhatja a figyelmét a mérkőzés menetén belül, senkinek nem hiányzik az, hogy az a figyelem elvonás az pont hozzáköthető legyen, mert akkor utána kap az ember a fejére, mint ahogy mondjuk Gervin Price korábban egy 2 évvel ezelőtt jól összeveszett Paul Hinkszel egy European Tour versenyen, holott Price volt a hibás egyébként, de jól összebalhézott vele, hogy miatta kapott ki, mert elszámolta, aztán visszanéztük videón, hogy Paul Hinks megnyugodjon, és kiderült, hogy Price számolta el magát. De ilyenkor jobb azért kerülni az ilyen helyzeteket, hiszen itt dollár, vagy font ezrek, tízezrek sorsáról döntenek ezek a meccsek, és ezért ezek a játékosok ebből élnek, tehát erre nagyon oda kell figyelni. És bedobja a 68-at, hát és mert nagyon megviselte ezt, hogy elrontotta az előző duplát, mert hatalmas break lehetőséget szalasztott el. Így van, és most tényleg az egyik legnagyobb esély volt, hogy elvegye a pipe kezdését.
És ami még érdekes volt ugye ebben a riportban, hogy a riporter gyorsan, azt hiszem, egy háromjegyű számból vonatott ki, nem tudom én egy hányjegyű számot, és Daniel egy pillanat alatt tudta a megoldásra, pedig aztán teljesen váratlan a riportban volt ez föltérve. Hát erre épül a munkánk. Na de várja, hát viszont a legérdekesebb az egyszerű volt, amikor összeadni kellett, az már nem ment úgy. Igen, igen, mert ez beáll az embernek. Gyakorlatilag van, hogy képekben jegyzi meg a számértéket. Egyébként az a vicces benne, hogy amikor írunk a színpadon, akkor van, hogy előtte selejtező versenyen kell dolgozni csütörtökön, mondjuk egy hosznis, tehát egy rendező ország selejtezőn, vagy egy internationals, attól függ, milyen selejtező van éppen a European Tourra, és ott úgy megy a levezetés, hogy tableteken egy Darts Connect nevezetű programon vezetik le, ami internetes, és ugye központilag rögzíti a statisztikákat, meg mindent ott a versenyen, és bizony az embernek el kell telni egy jó pár legnek, míg rááll az agya, hogy én most itt vagyok ezen a versenyen, és itt nem levonnom kell, hanem összeadnom a dobás értéket. Mert ugye mi, amikor ott íróként dolgozunk, akkor nem foglalkozunk azzal, hogy mit dobott a játékos, hanem azt hallgatjuk, hogy azt várjuk, hogy mit mond a speaker. Mert nagyon veszélyes, ha az ember belemegy abba, hogy onnan oldalról kisakkozza, hogy vajon mi van a táblába. És hát ugye, hogyha azaz dobott érték, tehát elkezdek, ugye eleve elkezdesz sakkozni rajta, hogy mi van a táblába, és azt te már elkezded levonni, és aztán hirtelen nem azt mondja be a speaker, akkor rettenetesen össze lehet zavarodni, hogy te mondjuk tripla 5, ez például oldalról, ezt lehet látni tripla 20-asnak, mert nem látod pontosan, hogy függőlegesen milyen irányban van, csak azt látod, hogy a tripla környékén, mert azért 2-3 méterre állsz a táblától oldalt. Itt egy kicsit közelebb állnak egyébként a srácok a táblához, mint a European Touron, de nagyon veszélyes, az ember elkezd sakkozni rajta, hogy mit dobott. Úgyhogy mindig megvárjuk, hogy mit dobott a játékos, és csak utána vonod le egy a pillanat tört rész alatt gyakorlatilag. De való igaz, hogy át kell állítani rá az agyat, ha össze kell adni, mert akkor egészen más. De az meg már egy másik sztori, mert ott képekben is kialakul az ember fejében a pontérték. Tehát 99, majd a kiszálló után mondok egy-két trükköt, amivel lehet gyorsan számolni. Na most bajban van Prátném, mert egy 100 fölött itt kellene megcsinálni. Ahhoz, hogy behozza a kezdését, az mindenképpen. Nincs tripla, még nem reménytelen, de veszélyben most már a kell. De nem oda. Veszélyben a tipped a maximális legekről. Persze ehhez még ki kell szállnia. Na és akkor nézzük azt a dupla 8-at. Pipe esetében meg is bedobja. Van. 3-1-re megnyeri ezt a szettet, és ezzel egyenlít 1-1, és megint kipihenve a fáradalmat. Majd a szünet után beszélgetünk egy kis írói trükkökről.